Norbiék hetente bejelentik, hogy mennyit fogyott Géza. Nézzetek meg! 268 kiló a Géza! 270 ruhástól, cipőstől, mindenestől. Na most, egyrészt, kit érdekel? Sziasztok, Dr. Borszéki Péter, 3. új videó, és beszéljünk egy kicsikét Rácz Gézáról és az ő fogyásáról. Azok kedvére, akik már talán nem emlékeznének annyira rá, Rácz Géza volt az a srác, akit először Tari Ádám akart edzeni, aztán végül Sober Norbi is lecsapott rá, és most vele fog fogyni a 300 kilós Géza. Vele mi a helyzet? Nézzük meg, hogy mi az, amit én máshogy csinálnék, mi az, amit én máshogy csinálnék, mint Norbi, hogyan fogyasztanám le én Rácz Gézát, hogyha rajtam volna. Na, mielőtt belevágunk az egészbe, azt szeretném leszögezni, hogy én soha nem találkoztam Gézával, minden információ, ami az én birtokomban van, azt videók, illetve posztok, meg egyéb bejelentkezések alapján tudom összerakni, tehát én nem vizsgáltam meg őt, ezekből az információkból tudok én is csak kiindulni, úgyhogy lehet, hogy nem lesz 100%-ban pontos, viszont én úgy gondolom, hogy egy olyan embernek, akinek ekkora fölösleg van, így lehet a legjobban segíteni. Most nyilván a Gézáról beszélünk, de ez másokra is vonatkozhat. Most vázoljuk fel a problémákat. Nyilvánvalóan Géza iszonyatosan túlsúlyos, van rajta egy 200-220 kg fölösleg, amitől meg kell szabadulni, és ez bizony egy óriási nagy teher, szó szerint is, de hogy alakulhat ki ekkora elhízás? Most nyilvánvaló, könnyű azt mondani, hogy onnan, hogy sokat evett, persze, nyilván, viszont a legtöbb ember, akin ennyire nagy zsírfelesleg van, azok rendelkeznek emellett valamilyen betegséggel. Ez lehet hormonális is, vagy lehet egyéb. Én olvastam egy helyen, megint csak nem tudom, ez 100%-ban alátámasztja, hogy így van-e, de induljunk ki abból, hogy így van. Tegyük fel, hogy ténylegesen ő egyszerűen azért nem képes abbahagyni az evést, mert ő úgy érzi folyamatosan, hogy éhes, és ez egy létező dolog. A gyomorból vannak jelek, amiket az agyba sugároznak különböző receptorok, amik azt jelzik, hogy te már nem vagy éhes. Hogyha ezek nem jól működnek, ezek el vannak állítódva, esetleg így születtél, vagy megsérültek, akkor simán elképzelhető az, hogy a gyomrod még mindig azt a jelet küldi az agyadnak, hogy te nem vagy éhes. Viszont meg lehet a szervezetet tréfálni, és ezzel elérni nagyobb fogyást. A másik probléma, amit én látok, az az, hogy sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy miért is kellene lefogyniuk. Lehet, hogy van rajtuk túlsúly, és esetleg zavarja is őket, de nem biztos, hogy a mindennapjaikat annyira megnehezítik, vagy annyira, hogy ők változtatni akarnának. Ezért szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy mentálisan helyre tegyük ezt az egészet. Igenis, rengeteg súlyos betegség köthető az elhízáshoz. Az egyik legmagasabb halálozási ok az elhízáshoz köthető, és ezekhez kötődő szív- és érrendszeri betegségekkel, érszűkülettel rengeteg olyan probléma van, ami az elhízással függ össze, ezért szerintem ilyen esetben, hogyha valakiről ennyire nagy súlyt kell lefaragni, akkor fontos, hogy fejben helyre tegyük őt, hogy neki szüksége van erre, hogy lefogjon, mert az élete múlik rajta. Azon, akin ennyi fölösleg van, az szinte napról napra éli az életét, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy tudatosítjuk, hogy le kell fogyni, és ez nem egészséges. A következő dolog, ami nagyon fontos, az, hogy egyáltalán megértsük, hogy működik a fogyás, és nem akarom ezredszerre is magamat ismételgetni, mert aki már folyamatosan régebb óta nézi a csatornát, az pontosan tudja, hogy ez hogy működik, hogy a kalória az, ami számít, nem a szénhidrát, nem Norbi, nem, hanem a kalória, és az a lényeg, hogy megtaláljuk, hogy hogyan tudunk kalória deficitbe, kalória hiányos állapotba lenni, úgy, hogy az ténylegesen fenntartó legyen nekünk. Szóval ezerféle diéta van, de nem az a jó kérdés, hogy melyiket csináljam, vegán, kettő, akármi, hanem hogy az lesz neked a legjobb diéta, amit ténylegesen tudsz tartani, akár egy életen át is, és ez ilyen egyszerű. És ez fontos, hogy Géza is megértse, és ne az a lényeg, hogy úgymond röghöz kössünk valakit, például update, vagy bármilyen más termékekkel, mert nem csak az update van ilyen, de van egy rakás más hasonló termékcsalád, hogy egyszerűen vegyél meg 50-60-80 ezerért táplálékkiegészítőket, és majd ettől várd a fogyást. Nem, semmilyen táplálékkiegészítőre nincsen szükséged, semmilyen speciális kajára nincsen szükséged. Az a fontos, hogy megérts, hogy kevesebb kalóriát kell bevinned ahhoz, hogy fogyjál, és nagyon-nagyon sokféle termék közül lehet válogatni, nagyon sokféle étel közül lehet válogatni, amivel ezt meg tudod tenni. De szerintem sokkal fontosabb az, hogy értsd meg, hogy hogyan is működik a fogyás, mert annyi ember egyszerűen össze van zavarodva, pedig nagyon-nagyon egyszerű dolog, higgyétek el, nagyon-nagyon egyszerű. Aki esetleg új lenne, iratkozzon fel, nézzen meg a régebbi videómat, és garantálom, hogy te is le fogsz tudni fogyni, hogyha normális helyről informálódsz. Aztán szintén fontos dolog, mozgás. Most itt annyi volt, hogy az Ádám írt neki edzéstervet,
A Norbiék ezt felülvizsgálták, hogy neki nem jó, neki ezeket nem csinálhatja, hiszen megterheli az izületeit, és való igaz, hogyha valakin ekkora túlsúly van, akkor meg kell válogatni azt, hogy milyen gyakorlatokat végezzen, mert rettentő módon be van határolva az, hogy mi az, amit tud csinálni. Viszont megnézték Gézát egyébként, és teljesen rendben voltak az izületei, szóval sokkal többet bír el, mint a Norbiék gondolták. És a mozgás az nagyon-nagyon fontos, de nem csak súlyzós edzésből áll a mozgás, hanem kardióból is, igen. És való igaz, hogy ne fusson Géza, mert tönkre fogja verni az izületeit, de például sétálni sétálhat. Az egyik legfontosabb dolog, amit szoktam mondani azoknak, akik dolgoznak velem, vagy étrendet írok nekik, vagy edzéstervet, hogy legyenek aktívak, legyen meg a lépés, a napi lépés. Mindegy telefon van már gyakorlatilag lépésszámláló, és kezdésnek mondjuk egy ilyen 6, aztán 7, 8, akár 10 lépés legyen meg. A séta nagyon jó, ha nem is a legidőtakarékosabb, de nagyon jó eszköz arra, hogy kalóriát égessünk. Séta közben lehet zenét hallgatni, lehet a futópadon is, séta közben lehet akár sorozatot nézni, a kedvenc sorozatot meg tudod nézni. Nem igaz, hogy nincs idő rá, nézz szépen magadba, pontosan tudod, hogy simán van időd mondjuk naponta fél órát sétálni. És ez egy olyan terhelés, amiből nagyon-nagyon könnyen regenerálódni tudsz, tehát a súlyzós edzésnek sem megy a hátrányára. És itt jövünk el a másik ponthoz, súlyzós edzés. Nagyon-nagyon nagy butaság az, hogy egyáltalán nem végeztetünk Gézával súlyzós edzést, mert a súlyzós edzésnek bizony rengeteg előnye van. A súlyzós edzés is éget valamennyi kalóriát, de összességében a kardió sokkal több kalóriát éget, tehát ha fogyni szeretnél, akkor kardiózzál. A súlyzós edzés az nem arra van, hogy te fogyjál, viszont, hogyha építesz izmot a súlyzós edzés segítségével, akkor többet ehetsz anélkül, hogy elhíznál, ugyanis egy kiló izom fenntartása napi szinten körülbelül 50 kalóriát követel meg a szervezettől, szóval egy nagyobb izomtömeget fenntartani több kalória, vagy ha van mondjuk két darab 80 kilós ember, az egyiken 10 kilóval több izom van, akkor ő napi szinten 500, nagyjából 500 kalóriával többet ehet. Azért ez jól hangzik, nem? Szóval ezért is érdemes fogyás mellett is az izomépítésre valamekkora hangsúlyt fektetni, mert többet ehetsz, anélkül, hogy elhíznál, illetve azért valljuk be, jól néz ki egy izmos felsőtest. És ez Gézának se lehetetlen, hogyha a megfelelő tanácsokat követi. Aztán, ami fontos, szintén a mindset része, hogy tűzzél ki rövid, közép és hosszú távú célokat. A rövid távú célok azért jók, mert folyamatosan motiválnak téged, napról napra lesz, amit kipipálj a te listádon. Középtávú célok is nagyon fontosak, hogy ezek a rövidtávú célok valamivé összeálljanak. A hosszú távú cél pedig igazából a végcél, hogy te mennyit szeretnél lefogyni. És hogyha te csak a távoli célt látod, hogy leszeretnél adni mondjuk 200 kilót, vagy ha nem is akar, nem is kell ilyen durvára gondolni, tegyük fel 50 kilót, vagy 30 kilót, eleinte lehet, hogy lelombozónak tartod, hogy úristen, mennyire sok van még hátad, hogyha ezt felosztod, hogy mondjuk heti 1-1,5 kilót szeretnél fogyni, az teljesen járható út. Sokkal-sokkal motiváltabb leszel, örülni fogsz, hogy na, sikerült megint egy kilót fogyni, és nem azt nézed, hogy úristen, van hátra még 50 kiló. Szépen lépésről lépésre. A fogyás egyébként nem gyors dolog, nem az lényeg, hogy ki mennyire gyorsan tud lefogyni. Ez meg a másik dolog. Itt azért mindenkinek egy kicsit szeretnék igazat adni. Tehát Norbiék hetente bejelentik, hogy mennyit fogyott Géza. Nézzetek meg! 268 kiló a Géza! 270 ruhástól, cipőstől, mindenestől. Na most, egyrészt, kit érdekel? Nyilvánvalóan senkit nem érdekel az égvilágom, ez neki fontos, mert marketing eszköz, hogy el lehet mondani, hogy mennyit fogyott, de nem az a lényeg, hogy rohamtempóból lefogjon az ember, és pedig az átlag embereknek is ezt szeretném egy kicsit felnyitni a szemüket, hogy ne azzal foglalkozzatok, hogy Géza most éppen hétről hétre fogyotta, vagy nem. Nem az a lényeg, hogy milyen gyorsan fogysz, hanem az a lényeg, hogy ténylegesen lefogyjál, és mint a lefogytál, meg is tud tartani a súlyozat is. Nagyon sokan csinálják azt, hogy lekoplalják magukat, és akkor örülnek, hogy lefogytak mondjuk 30 kilót, és akkor minden évben bezsebelik a fogyós lelkukat, hogy lement a 30 kiló, aztán minden évben fel is jön. Igen, azért, mert szar volt az étrend, de nem volt fenntartható. Magadra ismersz, vagy ismersz ilyet esetleg a környezetből? Fogytál a ember tudtok, akik minden évben lefogynak, vagy legalábbis többször lefogynak. Aztán, hát már lefogytam, de aztán visszaisztam. Hát igazából akkor nem is fogytál le. Egy kicsi ideig lehet, hogy alacsony volt a súlyod, de nem tudtad megtartani. Azért mert nem voltál tisztában az alapokkal, és ha azt mondjuk Gézának, hogy az kell a fogyáshoz, hogy meg kell venni az update termékeket. Mi van, hogyha már Géza lefogyott? Tegyük fel, Géza lefogyja az összes kilót.
amit kitűztek célul. Ezek után nem lesz ott a támogatás mögötte, nem lesz pénze megvenni az update termékeket, és miután szerencsétlen abban a hibben volt, hogy ő nyugodtan eheti a kolbászt tonna számra, mert abban nem lesz baj, és nincsenek ott már az update termékek, amik igazából szar ételeknek a kevésbé szar, tehát kalóriacsökkentett változatai, akkor meg lesz lőve és vissza fogja hízni ugyanezeket, mert a fejébe nem tettek rendet és nem magyarázták el neki azt, hogy hogyan is kell normálisan lefogyni. De ezzel nem is vagyok meglepődve, mert rengeteg nagy guru van, akik annyira misztikussá teszik az egész fogyást, hogy csak az ő módszerük jó, meg vércsoport diéta, meg minden ilyen-olyan anyagcsere diéta, meg ektomorf, mezomorf, endomorf diéta, ez mind bullshit. Hogyha érdekel titeket, hogy hogyan is lehet normálisan, normális körülmények között, normális ételekkel lefogyni, úgyhogy meg is tartsd a testedet, akkor nézd meg a régebbi videómat, egyébként még rengeteg videó lesz ebből a témában. Na de akkor hogy is néznek ki Rácz Gézának az étrendje? Na most, nagyon fontos, hogy főleg alacsony kalóriatartalmú, magas rost és fehérje tartalmú ételeket egyen az ember. De miért? Azért, mert a fehérjének van az agyba sugárzott leghosszabban éjséget csillapító jele, tehát, hogyha megeszel mondjuk 100 g fehérjét, vagy 100 g szénhidrátot, a 100 g fehérjét sokkal jobban el fog telíteni, sokkal később érzed azt, hogy te még éhes vagy. A rost szintén ezért hatékony. Jót tesz a beleknek, és sokkal-sokkal lassabban fog tudni felszívódni táplálék, amit te megettél, vagy sokkal tovább tud téged elteríteni. Amit még szintén mondtam, hogy fontos, hogy nagy volumenű, nagy térfogatú ételeket fogyasszál, amik ténylegesen fizikailag is kitöltik a gyomrodban a helyt. Most gondoljunk bele, hogy ugye keto, meg ugye zsír, az benny minden mehet, tehát hogy megiszol naponta fél liter olajat, vagy mondjuk 2 decit. Egyáltalán nem fogja kitölteni a hasadban az űrt, viszont hízni fogsz tőle. Ellenben, hogyha alacsony kalóriatartalmú térfogatra nagy ételeket eszel, például zöldségeket, vagy kalóriaszegényebb gyümölcsöket, mondjuk almát, vagy barackot, ribizlit, áfonyát, ezek nagyon jó gyümölcsök kifejezetten fogyás mellett is, illetve különböző saláták, káposzták, ezek mind olyanok, hogy iszonyat mennyiséget meg lehet enni belőle, úgyhogy még mindig alacsony kalóriatartalmú, és hogy ezekből bezabálsz, akkor bizony sokkal-sokkal tovább úgy fogod érezni, hogy te tele vagy. Illetve emellett még fontos az, hogy ténylegesen személyre legyen szabva az étrend, akkor fogod magad tartani hozzá, hogyha te élvezed azt, amit csinálsz. Tehát meg kell találni azt, hogy te milyen ételeket szeretsz enni, és ezeknek megtalálni a kalóriacsökkentett verzióját. Tehát ez is egy járható út, de alapvetően az életmódváltás a legeslegfontosabb. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy pontosan ugyanúgy eszel, csak kevesebb-kevésbé kalóriadús változatokat, de összességében vannak olyan ételek, amik egyszerűen nem annyira kompatibilisek azzal, hogy egyszerűen kevés kalóriás változatokat csinálj bőle. Viszont, hogyha te tegyük fel, hogy nagy kólafüggő vagy, és fogyni szeretnél, akkor kóla helyett igyál zéró kólát, a Sprite helyett zéró Sprite-ot, stb. Ezek nem kifejezetten egészségesek, viszont hogy fogyni szeretnél, akkor az ennek, hogy a kalóriákat csökkens. Ha meg van, mert nincs kalória, akkor attól nem fogsz hízni, ráadásul fogyni fogsz, hogyha kevés kalóriát viszel be. Szóval találd meg azokat az ételeket, amiket te szeretsz fogyasztani, és mellette támogatják a céljaidat. Rendkívül sok, mit tudom, egy édesítőszer, ami a cukrot helyettesíti, és ha bár ezeknek nem túl jó a reputációja, én úgy gondolom, azért mértékkel lehet ezeket fogyasztani, egy jól összerakott diétába mértékkel be lehet ezeket illeszteni, viszont ami a legfontosabb, hogy legalább nagy rész, legalább 80-90%-ban magas fehérje és rost tartalmú, nagy térfogatú táplálékokat vigyél be, amiket szeretsz, mindent föl lehet turbozni gyakorlatilag zéró kalóriás szószokkal, öntetekkel, és sokkal-sokkal finomabbá tenni az amúgy esetleg unalmasnak tűnő étrendet. És volt arról szó, hogy vélhetőleg Gézának ugye van egy ilyen probléma, hogy egyszerűen nem érzi azt a gyomra, hogy tele van. De ezt nem azt jelenti, hogy a végtelenség tudna enni, hiszen akkor már kidurrant volna szó szerint, hanem egyszerűen csak sokkal gyengébb ez a jel. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megtöltsük Gézának, vagy bárkinek, akinek ilyen óriási plusz súlya van, megtöltsük a gyomrát ténylegesen fizikailag ki legyen töltve valamivel, és ha fizikailag ki van töltve a gyomor, feszül, akkor te garantálom, hogy nem fogod úgy érezni, hogy neked nassolni kell, mert egy darab ropit sem fogsz tudni leerőltetni magadon. Na de ilyenkor mi a jó? Víz, ez egyik legalapvető dolog, viszont víz. És milyen víz? Szénsavas víz. Igen, a szénsavas víz kétszer jobban eltelít téged, sokkal jobban azt fogod érezni, hogy te tele vagy, hogyha szénsavas ásványvizet, kristályvizet fogyasztasz. És lehet, hogy ez most furán hangzik, de a legjobb, hogyha étkezés
előtt akár egy 3-4 vagy 5 deci vizet is megiszol, hiszen ilyenkor már kevesebb lesz a gyomrodban lévő hely, és hogyha úgy érzed, nem tudsz mit kezdeni magaddal, mert neked zabálnod kell, akkor ez egy tök jó módszer arra, hogy te megtévezd a saját szervezetet, és úgy érezze, hogy már tele van. Ezt szoktam ajánlani egyébként azoknak is, akik velem dolgoznak, étrendet kérnek tőlem, vagy 4 hetes, vagy 12 hetes online programokat, hogyha ez érdekel, egyébként nyugodtan nézd meg, meg van jelölve minden link formájában. Szóval szoktam azt tanácsolni, hogyha például csalónapot tartanak, akkor is próbálják meg úgy, hogy ne szaladjanak el nagyon a kalóriával, hogy fő étkezések előtt 3-4-5 deci szénsavas vizet fogyasszanak el. És akkor még pár szóban az edzés. Szerintem a legeslegjobb kombináció, hogyha kardió és súlyzós edzéseket is végzünk. Nyilván, hogyha van valakinek valamilyen izületi problémája, gerincsér, bármi, akkor ezt még jobban meg kell vizsgálni, mik azok a gyakorlatok, amiket lehet végezni. De garantálom, hogy mindenkinek vannak olyan gyakorlatok, amiket tud végezni, akármilyen meglévő problémája legyen, vagy kialakuló félben lévő problémája van. Meg lehet találni azokat a gyakorlatokat, csak kell találni egy jó szakembert, aki ténylegesen meg tudja neked mutatni azt, hogy milyen kardió gyakorlatot végezzél, milyen edzőtermi vagy otthon történő súlyzós edzéseket végezzél. És még valami, ami szintén fontos, hogy ezt az egész 3/3-ot azért találtam ki, mert egyformán fontosnak tartom a táplálkozást, az edzést és a regenerációt. Ne azt nézzük, hogy melyik fontosabb, mert mind a három fontos, és hiába eszel te akármilyen jól, hiába jó az edzéstervet, ha nem alszol eleget, akkor bizony csorbát fog szenvedni a célod, akár izmot szeretnél építeni, akár fogyni szeretnél. Ugyanis, hogyha te nem alszol eleget, akkor a hormonháztartásod felborulhat, sokkal-sokkal több vizet tudsz raktározni, illetve sokkal kevésbé regenerálhatsz a súlyzós edzésekből. Ez ahhoz is vezethet, hogy ugye nem tudsz izmot építeni, vagy akár izmot bonthatsz is, vagy a következő edzésen nem tudsz olyan intenzitással teljesíteni, vagyis megint csak nem fogsz fejlődni. Illetve, hogyha nem alszol eleget, a következő kardió edzésen se fogsz tudni úgy produkálni eredményeket, hogyha te ténylegesen intenzív kardió edzéseket csinálnál. Szóval összegezve az egészet, szerintem legeslegfontosabb Gézán az lenne, hogy a fejben tennének rendet, hogy neki miért fontos egyáltalán ez a fogyás, és megmondanád neki ténylegesen, hogy mi kell a fogyáshoz, nem átverni, nem ráerőszakolni az update terméket, ami most neki pont jó, mert hogy ugye ingyen kapja őket, és ingyen kap egy étrát, amivel fog fogyni, mert fog fogyni, ebből biztos vagyok. De nem ez kell a fogyáshoz, hogy update termékeket vegyél, hanem az kell, hogy kalória deficitben legyél, kalóriahiányos állapotban. Én pedig azt szeretem mindig elmondani azoknak, akikkel például együtt dolgozok, hogy ezt hogyan tudja megtenni, mert nekem nem az a célom, akármilyen hihetetlen, hogy én hétről hétre, hónapról legomboljak ezzel emberekről valamit, hanem akikkel együtt dolgozok, aznak meg szeretném tanítani, hogy hogyan egyenek, hogyan mozogjanak a céljuknak megfelelően, mert ez sokkal-sokkal egyszerűbb, mint a sokan gondolják, hogy mint sokan szeretnék nektek beadni. Az étkezéssel kapcsolatban pedig a legfontosabb, hogy nagy, térfogatú, alacsony kalóriatartalmú, fehérje és rosszban gazdag ételeket fogyasszon legalább nagy részt. És a regeneráció, az alvás legyen meg. Ez a videó az ennyi volt, remélem, hogy akár Gézának, hogyha nézi, akár másnak, akin szintén nagyobb súlyfölösleg van, tudtam segíteni. Ez a videó ez igazából ennyi volt, hogyha te is ekkora súlyfölösleggel küzdesz, akkor nyugodtan keresd meg még egyszer, linkben megtalálható az összes elérhetőségem, és együtt szépen elérjük azt a célsúlyt, amit te szeretnél. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és a következő videó alkalmával találkozunk. Sziasztok!